Csütörtökön küldözködik a mai videóban, ott lerobbant a hívó. Valami baleset volt. Ott áll. Az ellenkező irányban lévő vándorban megy most a hányatos hív, ez is egy megörökíthetni való pillanat. És a cinkot lájulnak most. Na ilyen sem nem szokott a H8-os hívvonalon, hogy ellenkező vágányon megy, visszafelé menő vágányon megy a hív. Mátyás öröm is áll egy hív. Tukja az ajtót. Szóval valami baleset, azt mondtam, hogy baleset volt itt feljebb. És elindult. Súlyomból is nem tudom, hol vagyunk itt, mert ott kéne egy oldalt fog. Mert még videóhoztat a kicsit, utána kicsit. Nem súlyomból el később. Éppen két évben egyszer történik meg ilyen. Ennél meg a izé is gyakori, az a 4-es metró csak a Szengellértig jár. Az is gyakori benne. A jobb oldalon nincs az ajtó, és nem tudom. Már nem jó hallottam mehet. Azt nekem a pókusz, és tovább megy a hív, nem áll meg, hanem a másik már nem tudom, hogy el. Csomó diák ott áll, autóbusz a 92-esre várnak. Te megvan. Ja, és itt fog nyílni az ajtó. Indul a beszállás, kérem fegyezzék a vágány mellett, kérem vigyázzanak. Az első vágány a csövőre, 1 perc múlva indul a vonat, miután kimegy a második vágányról a vonat, még van idejük átszállni. Nagy a tömeg, nagyon nagy a tömeg.
itt is bőven. Veszélyes volt itt ennél keskeny vágánynál, meg még lökne fel, jön velem szembe. Ottan a vágány, nem, hogy is elég nagy veszély van, két hív, jel, konkrétan centiméterekre van tőlem, ez még átmászik rajtam velem szemből. Hát nem értem az embereket. Ahogy nem tudom, mi történt, mert délután beszámolok, én viszont nekem suli van. Úgyhogy további jó tanulás, akkor majd délután majd még értekezek.